Bizonyára mindenki ismeri a piros és sárga lapok jelentését a labdarúgásban. Ha esetleg érdekel a történetük, nézd meg az erről készült videónkat a csatornánkon. Kevesen tudják viszont, hogy létezik másmilyen színű kártya is a futballban. Volt olyan eset, hogy egy zöld lapot mutattak fel egy mérkőzésen, sőt nem is olyan régen egy fehér villant fel a játékvezető kezében. Na de pontosan mit is jelentenek ezek a színes lapok? Miért kerültek bevezetésre? Ebben a videóban ezeknek jártunk utána. Először is kezdjük a zöld lappal. A kérdésre, hogy mit is jelent, nem olyan egyszerű válaszolni, mint ahogyan azt sokan gondolnák. Ugyanis a mai napig nincsen pontosan meghatározva, mikor kell felmutatni a kártyát. A döntéshozók teljesen két részre szakadtak a kérdésben. Az egyik csoport véleménye szerint a kártyát büntetésként kell felhasználni. Mások szerint pedig pont, hogy ezzel kellene jutalmazni a pályán a fair play-t és a jó magaviseletet. Az első használata 2016-ban történt egy Serie B mérkőzésen. Cristian Galano volt az első játékos a történelemben, aki zöld lapot kapott a játékvezetőtől. Na és mivel érdemelte ki a kártyát? Azzal, hogy segített a bírónak a helyes döntés meghozatalában. Galano csapatának szögletet ítéltek, viszont a játékos informálta a játékvezetőt, hogy kirúgásnak kell következnie. Ráadásul mindezt úgy, hogy csapata 4-1-es hátrányban volt. Tekintve, hogy ez egy nem mindennapi cselekedet volt, Marco Mainardi zöld kártyával jutalmazta meg a játékost. Ám ez csak egy virtuális lap volt, mivel fizikai példány nem volt a játékvezetőnél. Ez egy szimbolikus díj. A legegyszerűbbnek tűnő dolog miatt is meg lehet kapni. A lényeg az, hogy megjutalmazzuk a fair play-t. Ez csak egy a kezdeményezéseink közül a pályán és azon kívül. A tisztelet az első, és itt jön képbe a zöld lap. Ezt követően éveket kellett várni, hogy a lap újra előkerüljön. 2018-ban a CONIFA világbajnokságon használták újra, ám ebben az esetben egy teljesen más célra. Akinek felmutatták ezt a kártyát, annak el kellett hagynia a pályát. Viszont ha volt csere lehetősége a csapatának, akkor vissza lehetett őt cserélni. Illetve nem kapott eltiltást a következő találkozóra sem. Céljuk ezzel a bajnokság szervezőinek az volt, hogy kevesebb atrocitás érje a játékvezetőket a mérkőzéseken. Ez egy egyszerű ötlet arra, hogy megbüntessük azokat a cselekedeteket, amik súlyosabbak, mint egy sárga lap, de piros lap nem járna értük. Inkább a személy ellen irányulnak, mint például ronda beszéd, tiszteletlenkedés a játékvezető vagy edzővel szemben. Ez a legjobb módja, hogy ezeket is megbüntessük. További érdekesség, hogy Írországban egy egész zöld kártyarendszer került bevezetésre. Viszont itt nem egy személynek jár a lap, hanem egy egész csapat érdemelheti ki. Olyan cselekedetekkel, mint például a csapatjátékosai a szabálytalanság elkövetése után nem reklamálnak a játékvezetőnél és elnézést kérnek az ellenfél játékosától. Vagy például, hogy kezet fognak a rivális csapatok játékosaival egy mérkőzés után. Írországban egyébként ez a rendszer csak az utánpótlás bajnokságokban érvényes. És a kisebb klubok, ha rendelkeznek zöld kártyával, lehetőségük van nevesebb egyesületek korosztályos csapataival összecsapni, vagy egy nívósabb bajnokságban szerepelni. Tehát a zöld kártya használata elég eltérő a különböző országokban és bajnokságokban. Habár egy egységes használati módot még mindig nem sikerült kitalálni rá, már fel is bukkant egy újabb lap, mégpedig a fehér. Az első fehér lapot idén mutatták fel először egy hivatalos labdarúgó mérkőzésen. Mégpedig a portugál női kupában, a Benfica Sporting mérkőzésen. A hazaiak 5-0-ra nyerték meg a meccset, de mégsem a nagy arányú győzelem miatt figyelt fel a sajtó erre az összecsapásra. Hanem mert egy egészen különleges dolog történt, mikor a mérkőzés közben egy szurkoló összeesett és elájult. Mindkét csapat orvosi stábja a néző segítségére sietett. Az ápolás után, ahogy visszaindultak a kispadjuk felé, a csapatok szurkolói tapsolásba kezdtek. Eközben pedig Katarina Branco játékvezetőnő odarohant mindkét orvosi egységhez és felmutatott nekik egy fehér lapot. Eleinte nem sokan értették, mit is jelent ez, ami érthető, mivel eddig még sosem használták ezt a kártyát. De mint később kiderült, a játékvezető ezzel akarta elismerni az orvosokat a munkájuk miatt. Tehát a kártyával a fair play elismerése és az azt alkalmazó ember jutalmazása a cél. Egyelőre csak Portugáliában vezették be a használatát, és nem tudni, hogy több bajnokságra is ki fog-e terjedni a jövőben. Szerintetek szükség van fehér meg zöld lapra a labdarúgásban? Nem elég a piros és sárga? A válaszotokat írjátok le kommentben! Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor mindenféleképpen dob rá egy lájkot és iratkozz fel további focis tartalmakért!